zenés irodalmi estet rendeztek a Pécsbányai Közösségi Házban farsang alkalmából. A szervezők célja, hogy a kis közösségekben is kialakuljon az összetartás. Bogárdi Aliz nemrég költözött családjával a bánomi városrészbe, ahol most megpróbálja feltérképezni, hogy a kultúrának milyen szegmensei a fontosak az ott lakók számára. Szerencsére művész barátaim ebben partnerek, így a mai estére is hármójukat hívtam, két költőt és egy gitárművészt. Rögtön igen mondtak, függetlenül attól, hogy sejtették, hogy most itt nem tömegesen leszünk jelen. Nehéz az embereket megmozdítani, még mindig érződik szerintem a járványnak is a hatása, illetve egyébként is az internet világában, a letölthető filmek világában. Az emberek kicsit visszahúzódnak a Csigaházba. A nagyhajmási születésű Bognár pap Irén is részt vett az eseményen. Mint mondja, az írás a szenvedélye, verseket és prózákat is alkot. Bár szeretem a költészetet, ugye Petőfi éve van, de nem csak Petőfi év, attól függetlenül prózát is írtam és írok. Kis szösszenetektől kezdve, hát az újságírás műfajait is mind végigpróbáltam, tehát azok egy kicsit más műfajok, de van olyan kötetem, amiben néhány publicisztikai írásomat is írtam. Bár a rendezvény központi témája a farsang volt, nem csak ehhez az ünnephez kötődő művek hangzottak el, hiszen a lényeg, hogy a művészek és a résztvevők egy jó hangulatú eseményen megismerjék egymást. Ki tudja, merre járt valamikor, ma törékeny kristálycsipkéjel télnek, elágyon múló árva hópehely, akit a szél most kényes hintóján repít, s úri kedve erre-arra pörget.